A városi piacon is gőzerővel készülnek a virágárusok, itt sincs hiány a szívecskés ajándéktárgyakból. Valentin nap alkalmából sokan lepik meg szerelmüket édességgel vagy egy-egy csokor virággal. Az egyik árus elárulta azt is, mi a legkelendőbb ilyenkor. A legfőképpen, amit ilyenkor szoktak kérni, az a szálvirág, még mindig a Valentinoknál, a Valentin nap alkalmából a vörös rózsa dominál, és azoknak különböző készítményei. Tehát az csokorba, cserepes virágba szintén elkészítve, beültetésekbe nagyon szépeket készítünk. Ezeket díszítjük fel különböző módon, akár oázisos, tehát kéztermékekbe, de a legkalendőbb még mindig a szálas virág értelemszerűen, és abból a csokor. Péri György elmondta, az idei évben újdonságokra is számíthatnak a vásárlók. Próbáljuk megcsinálni, hogy ez egy szál virágot díszítjük fel, tehát inkább azt extrázzuk föl, különböző csomagolásokkal, masnikkal, egy szép szívvel, ami még viszonylag árértékben megfizethető. Február 14-e tehát a szerelmesek ünnepe. Ilyenkor érdemes kicsit kizökkenni a rutinszerű mindennapokból, és nagyobb figyelmet fordítani kedvesünkre. De talán a legfontosabb az, hogy ez a törődés az év többi napján is kitartson.